A székesfehérváriak 84%-a érdeklődik a helyi közügyek iránt, míg csupán 3%-a nem mutat igény tájékozódásra. Leginkább az 50-59 év közöttiek, legkevésbé pedig a 18 és 29 év közöttiek csoportja érdeklődik a város közügyei iránt. A fehérváriak válaszaiból az is kiderült, hogy Cserpakovics András polgármesteri munkája alig több mint egy év alatt is sikert hozott a város életében és ügyeiben, hiszen a polgármester munkájával az itt élők kétharmada elégedett, míg 17%-a elégedetlen. A válaszadók több mint a fele szerint Székesfehérvár a polgármesterváltás előtt is inkább jó állapotban volt. Ugyanebben a kérdéskörben a válaszadók 22%-a mondta azt, hogy a polgármesterváltás óta eltelt időszakban romlott a város helyzete, míg 43% szerint javult. A székesfehérváriak abszolút többsége elégedett a parkolási helyzettel. A közterületek tisztasága megkérdezettek 50%-a szerint hagy maga után kívánni valót. A városban élők számára kiemelt jelentőséggel bírnak a helyi közösségépítést és a város turista vonzási képességét erősítő programok és kezdeményezések. Még a királyi napokról, a lecsófőző vigasságról vagy az adventi vásáról a megkérdezettek mindössze 1-2 százaléka ha nem hallott, addig a 2013-as emlékép vagy a Sára Gyula program esetében ez az arány 51-59 százalék.